Nehéz megálmodni azt a jövőt, amely mindenkinek jó. Azért, mert ami nekem jó, lehet, hogy éppen ellenszegül annak, amit más szeretne. Nehéz megálmodni más számára azt a jövőt, hogyha ő teljesen jól érzi magát, az pont nekem is jó. A legnagyobb probléma ezért az, hogy úgy meg kell értsük egymást, hogy az mindenkinek jó megoldásokat hozzon. Természetes vágy tehát az, hogy befolyásoljuk a környezetünket, és természetes, mindennapos esemény, hogy minket befolyásol a környezetünk. Tegyük föl, hogy van lehetőséged arra, hogy az embereket megértsd, és rábírd arra, amit te szeretnél csinálni. Tegyük föl, hogy mindenki azt csinálja, amit te szeretnél csinálni. Gondolkozz el rajta, hogy elegendő a tudásod, hogy egy ilyen hatalommal bírjál. Elegendő a tudásod ahhoz, hogy befolyásolod úgy a környezetedet, hogy nem érted meg teljesen azt, hogy minek mi lesz a következménye. Veszélyes dolog az, hogyha az ember hatalmat kíván magának, és az teljesül, hogy az hogyan érvényesítse, és akkor, amikor érvényesíti, akkor valóban a világnak jó lesz-e. Nagyon nehéz eldönteni a világ működéséről, hogy mi jó és mi rossz. Persze a mi jó és mi rosszról már nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sokszor említettük, hogy jó és rossz valójában nem létezik, hanem létezik valamilyen cél, létezik valamilyen rendszer működése, és ennek megfelelően, amit te gondolsz vagy csinálsz, meghatározható, hogy az jó vagy nem jó, ahhoz képest, hogy a rendszernek mi a célja. Tegyük föl, hogy egy másik rendszernek más a célja, és ezért te nem fogod tudni eldönteni, hogy az, amit te szeretnél megcsináltatni a környezeteddel, az ebben a rendszerben, vagy abban a rendszerben jó. Ilyen például a gyereknevelés, hogy szeretnéd, hogy a gyereked egy olyan felnőtté váljon, aki szabad, aki önálló, aki megél a saját lábán, aki boldogságban tud élni, és megpróbálod ilyenné nevelni. Igaz, ez a vágy azért is jött számodra, mert te úgy érzed, hogy nem biztos, hogy megkaptad az egész életedben ezt a lehetőséget, hogy boldogan élsz, ezért szeretnéd, hogy valaki más, akit szeretsz, az megkapja ezt a lehetőséget. Ezért megpróbálod őt nevelni egy olyan irányba, ahol ez a lehetőség számodra jól láthatóan egy igazi lehetőség valóságá tud válni. Viszont hiányzik az információ, hiányzik a tudásod, hiszen nincsen tapasztalatod. Hogyan szerezhetsz egy olyan tapasztalatot, amellyel egy új élőlény, mint a gyermeked, aki egy teljesen új világot képvisel, boldogan tud élni? Hogyan tudod átadni azt a tapasztalatot? Mit kell átadjál neki ahhoz, hogy ezt megtehesse? Az nyilvánvaló, hogy a te gyereked egy új generációnak a kezdetét jelenti, tehát egy olyan generációnak, amire azt mondod, hogy na hát ezeket a fiatalokat, ezeket nem igazán lehet megérteni, hogy miért nem jó nekik az, ami régen volt. És ez a tény azt jelenti, hogy te már elavult vagy, így minden tanácsod elavult lesz ő számára. Mi az a tudás, amit meg kell adjál neki? Ha kutakodsz a padláson, akkor a tényekből nem fogsz tudni előkeríteni olyat, ami számára igazán hasznos lesz. Mert számára a jövőbe kell nézzen ez a jó tanács. Tehát ne azt mondd el a gyereknek, hogy mit kell csinálni, hanem mutasd meg, hogy hogyan lehet csinálni. Mutasd meg a saját példádon például az, hogy hogyan lehet önállóan megcsinálni valamit. Mutasd meg a saját példádon, hogy hogyan lehet boldogan eltölteni egy hétvégét. Nem annyira könnyű feladatok ezek természetesen, de hogyha valóban a gyermekednek meg akarod mutatni, hogy a jövőt hogyan kéne fölépíteni, akkor a jelenben tedd meg ezt helyette. Ha ezt látja, és előtte csinálod, sőt, ő tapasztalja, és rajta keresztül csinálod, mármint nem vele csináltatod meg, hanem te csinálod, és ő részesül munka nélkül mindebben a jóba, akkor valószínűleg le tudtál rakni egy dolgot az asztalra, amit ő a jövőben tud használni. Ha már egy dolgot leraktál az asztalra, amit a jövőben tud használni, akkor maximálisan jót tettél vele.
ezzel tudod befolyásolni. Bölcsen, okosan a környezetedet, a jövődet, az egész világot, ami téged körülvesz. Tehát mivel összefoglalom azzal, hogy megmutatod egyetlen egy dologban, egy pici dologban, hogy te hogy csinálod, és annak legyen sikere, reagáljon rá a környezeted boldogsággal. Erről a témáról bővebben találsz még több videót a videótárban, keresd ezeket a témákat, keresd ezeket a kérdéseket és válaszokat, utána találkozunk a szemináriumokon.